Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, testvéreinket. Folytassuk Isten tiszteletünket és énekeljünk Istenünk dicséretére a 36-os számú éneket. Énekeljük el a 36-os számú éneknek valamennyi verszakát közösen. Mennyi édesatyánk, hálás szívvel hajtjuk meg a mi fejünket előtted. Hálát adunk neked, hogy egész héten át erőt adtál nekünk a próbákban, erőt adtál a munkánkban, erőt adtál a küzdelmekben, és hálásak vagyunk neked, hogy minden jó vagy minden rossz, bármi történhet velünk, te jelen vagy és ott vagy a mi életünkben. Hálásak vagyunk neked, hogy nevelsz, tanítasz minden által bennünket, és arra kérünk, hogy ez adj nekünk figyelmet, hogy észrevegyük azt, amit üzenni akarsz a te eszközeiden keresztül, és ezek által is. Hálát adunk neked most azért, hogy békés, tavaszias időnk van, és itt tölthetjük a te lábadnál ezt a napot. Arra kérünk, jöjj a te lelkeddel, és te üdíts fel bennünket. Áld meg igédnek szólóját, Zsoltit, segíts, hogy az ő ajkán a te igéd bátorsággal legyen megszólalva, és hát, hogy a te igéd a mi szívünkben, mint jó talajra tudjon találni, és termővé, gyümölcsözővé váljon. Köszönöm, hogy megáldasz minden szolgálatot, ami ma elhangzik, mert méltó vagy arra, hogy dicsérjünk és magasztaljunk téged. És arra is kérünk téged, hogy légy azokkal, akik ma nem lehetnek közöttünk, bármilyen betegség miatt, és arra kérlek, hogy otthonaikban te légy velük, gyógyítsd őket lelkileg, testileg, és segíts, hogy valamennyien hálásak tudjunk lenni azért, hogy te vagy a mi Istenünk. Add áldásodat, békességedet a te népedre, az Úr Jézus által. Amen. Hallgassátok meg Mózes 5. könyvéből a 14. fejezet 20
és 21. versét. Add meg a tizedet vetésed minden terméséből, ami a mezőn évről évre terem. Az Úrnak, a te Istenednek színe előtt edd meg azon a helyen, amelyet kiválaszt, hogy ott lakjék a neve. Ezt tedd gabonádnak, mustódnak és olajodnak a tizedével, marhádnak és juhódnak az elsőszülöttjével. Így tanuld meg félni Istenedet, az Urat mindenkor. Imádkozzunk. Mennyei fenség, örök szeretet, végtelen hálával, tisztelettel, alázattal járulunk dicső színed elé. Ezen a gyönyörű verőfényes szent napon köszönjük, hogy elhozhattuk, eljöhettünk és elhozhattuk adományainkat. A te áldásod, a te szereteted vezéreje kíséri ennek az útját. Áldjuk, dicsérjük, magasztaljuk nagy nevedet azért a sok áldásért, amelyet elvehettünk szent kezedből. Áld meg betegeinket, állj meg az ágyuk mellett, érezzék a te drága szent napi áldásodat. Köszönjük segítségedet és végtelen türelmedet, jóságodat. Jézus drága nevébe kérünk, maradj velünk, add reánk áldásodat. A te szent nevedért, Jézusért kértük. Amen. Egy gyermektörténet következik. Sziasztok! Szia Adél! Meg még tudom, hogy vannak fönt gyerekek elbújva, mert láttam reggel, de nem baj, hogyha nem mertek idejönni. Egy olyan kérdésem lenne akkor a felnőttekhez is, és a megbújó gyerekekhez is, hogy mit gondoltok, szerintetek mindig süt a nap? Nem? Jól sejtitek. Viszont mi van, hogyha azt mondom, hogy mégis süt a nap? Csak nem mindig látjuk. Képzeljétek el, aki repült már repülővel, az tudja, hogy a repülő tud a felhők alatt is menni, és a felhők fölött. És képzeljétek el, hogy én mennyire jártam úgy, hogy felszálltunk a repülővel, és amikor felszálltunk, akkor esett az eső, de úgy nagyon esett az eső, szürke volt az ég, és megkérem a technikusokat, hogy az első, ez a második, akkor felcseréltem, elnézést. Igen, szóval, hogy körülbelül így nézhetett ki, amikor repültünk. Dörgött az ég, esett az eső, nagyon szürke volt minden, de képzeljétek el, hogy amikor felrepültünk a magasba, akkor megláttuk, hogy ott bizony van nap, és most megkérem, hogy a második képet is vetítsétek ki. Köszönöm. És így nézett ki a felhők fölött. És képzeljétek el, hogy az Isten is sokszor így van, hogy jönnek a nehézségek és a gondok, és ott van előttünk a sok felhő. És olyankor bizony nem látjuk, hogy ott van Isten, pedig ott van, és ő mindig süt ránk a fényével. És hogyha majd eloszlanak a felhők, akkor újra látjuk, de addig is biztosak lehetünk benne, hogy ő ott van, csak úgy, mint a nap. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Thank you.
köszöntöm közöttünk Juhász Zsoltot, itt fog szolgálni ma közöttünk, sok áldást kívánok. Köszönöm szépen. Köszöntöm a gyülekezetet, nagy szeretettel én is. Délután lesz egy délutáni óra 2 órakor. Dietetikus vagyok, és délutáni óra alkalmával a egészségügyi üzenetet szeretném megvizsgálni a mai tudomány állása szerint, és ezzel fogunk 2 órától foglalkozni. Ez a kurus nagyon szép volt, szívesen hallgattam volna még a prédikáció helyett, megmondom őszintén. Most vagyok itt először köztetek, és nagy öröm ez nekem, viszont egy kicsit aggódom, izgulok, mert ugye nincs két ugyanannyi gyülekezet. Tehát ahány gyülekezet, annyi fajta tagság, annyi fajta lelkiség, annyi fajta érdeklődés, és nincs egyfajta üzenet abban a szempontból, hogy Jézus van, akinek azt mondta, hogy mérges kígyónak fajzata, másnak meg azt mondta, hogy menj el és többet ne vétkezzél. Ugyanarra a bűre mondjuk. Azok az emberek, akik küzdenek Istennel, akik Istennel akarnak élni, akik harcolnak, akiknek vannak csalódásaik, azoknak teljesen más üzenetet kell mondani, mint azoknak, akik csak itt vannak testben, de lélekben valahol teljesen máshol. És a legjobb prédikáció az, ami rövid, mert ami hosszú, oda nem figyelni kell meg, túl sok benne a nem tudom mi, a mondóka. És így jöttem el hozzátok ezzel az aggodalommal. Ki az, aki szereti a csodákat? Sokan vagyunk azért, nem? Ki az, aki nem szereti inkább? Nem? Tehát egy csodaváró faj az ember, főleg ebben az állapotában. Ki az, aki úgy gondolja, hogy ha több csoda történne az életében, akkor már soha többet nem kételkedne az Úrban? Ha lehetne címet adni egy igehirdetésnek, akkor a mai alkalomnak azt a címet adnám, hogy hány csoda kell még, hogy higgyél? A válasz egyszerű, végtelen számú csoda. Sem elég, sajnos. Mi az ok annak, hogy az emberek hamar elfelejtik az isteni gondviselést? Mert hamar elfelejtik, legalábbis én hamar elfelejtem. Van a Bibliában egy szereplő, aki többek között azért is figyelemre méltó, mert nagyon rövid időn belül került hitbeli fellegekbe, és még rövidebb idő alatt szállt alá. Ez a szereplő egy férfi, akit Illésnek hívnak. Illésnek a hite megbicsaklott, pedig voltak csodák szép száma az életében. És ezért választottam most őt. Tudjuk, hogy ott hagyta a szolgálatát, és elmenekült, feladta. Mi volt az oka? Ez a kérdés, ez egy jó kérdés. Mi volt az oka annak, hogy Illés egy nagyon komoly Istennel való tapasztalatokat szerző élet után, élet végén, tapasztalatok végén elmenekül? Általában a Bibliában ismert szokott lenni az adott szereplő élete, gyerekkora, legalább valami előzmény, de Illésnél semmi az égvilágon. Gileát hegyeiben élte magányos hívő életét addig a pillanatig, amíg Isten el nem hívta őt prófétának. A Bibliában 1 Királyok 17. fejezetében olvashatunk róla először. Előtte nem tűnik föl. Ott van Illés megemlítve legelőször, mégpedig azt olvashatjuk, hogy minden előzményes hívás nélkül tevesző ruhában besétál Akáb király palotájába, majd elmondja, hogy ebben az évben nem lesz már több eső, meg harmat, semmi, és kisétál. És tudjuk, hogy bálványimádóvá vált Isten népe, abban az időszakban egy Baál nevű pogányistent imádtak, aki mellesleg az eső istene is volt, és ezért hirdette meg Illés az esőmentességet, mert akkor felkészülhet Baál, hogy esőt adjon. Akkor mutatkozzon meg az, hogy kibe hisztek pontosan. Ezután szól Illéshez Isten, hogy miután átadta az üzenetet, menjen el a Jordántól keletre, és ott várjon, mert keresni fogják, hogyha nem lesz eső. Ebbe biztos lehet. Ezután üljön le a Kérit nevű patak partjára, és abból igyon vizet, és a hollók fogják majd őt etetni. Ezt mondja az Úr Illésnek, és Illés elmegy, leül, issza a patak vizét, a hollók jönnek és etetik őt. Első csoda. Ugye az a cím ennek az alkalomnak, hogy hány csoda kell még ahhoz, hogy higgyél, és most megnézzük gyorsan, hogy milyen csodák voltak Illés esetében, Illés életében, mielőtt fejvesztve elkezdett menekülni. És Illés üzenete igaz volt, nem volt több eső, így kiszáradt a Kérit patakja is. Ezután szólt az Úr Illéshez ismét, hogy menjen el egy Sarepta nevű faluba, ott lesz egy özvegyasszony, aki majd befogadja őt. Illés elmegy, megérkezik Sareptába, ott várja az asszony, befogadja. Viszont az asszály miatt ott sem nagyon van élelem,
de Isten segít nekik, és csoda által megoldja, hogy az olaj és a liszt ne fogjon ki a tartókból. Második csoda. Elég markáns csodák ezek azért, nem? Mit szólnánk, hogyha megyünk vásárolni, és akkor jön egy holló, és hozna a szatyrot, és benne van az élelem. Hát azért elég meghatározó lenne egy hívő ember életében, nem? Olaj és a liszt nem fog kifogyni, és nem is fogyott ki, másik csoda. Majd eltelik egy kis idő, és az özvegyasszony egyetlen fia, aki a férjétől maradt rá, megbetegszik és meghal. És Illés bajban van, mert az özvegyasszony megvádolja őt, hogy azért jött el hozzám, hogy eszembe juttassad az álnokságomat, és hogy megöljed az én fiamat. És Illés imádkozik, nem csügged el, Isten meghallgatja az imáját, a kisfiú feltámad. Harmadik csoda. Nem semmi. Majd eltelik 3 év, és az olaj és a liszt még mindig kitart, és ismét szól az Úr Illéshez, hogy menjen el Akáb királyhoz, és mutassa meg magát. És Illés elmegy, összehívja a népet és a Baál prófétákat Kármel hegyére, és Akáb király és a próféták eljönnek. És Izraelnek a népe is eljön, követeket küldenek, és itt hangzik el az a szállóigévé vált mondat, hogy meddig sántikáltok kétfelé, ha az Úr, az Isten, kövessétek őt, ha a Baál, kövessétek azt. Ezt mindannyian ismerjük, ugye már. Ez nagyon, nagyon komoly kijelentés, mai napig is az érvényes egyébként. És azt mondja Illés, hogy tegyünk egy próbát, csináljunk 2 nagy mágiát, vegyünk 2 bikát, daraboljuk föl azokat, imádkozom mindenki a maga Istenéhez, és amelyik Isten tüzet hoz alá az égből, és megemészti a bikát, az az Isten, az igaz, a másik nem, értelemszerűen. És azt mondják a zsidók erre, hogy jó lesz, legyen így. Legyen így. Elkészíti mindenki a maga áldozatát, és a baálpapok kezdték a tűzgyújtási kísérletet, kántálnak, vagdossák magukat, de nem jött válasz sajnos, egész estig ezt csinálták, folyt a vérük, de semmi. Majd Illés megépíti az áldozati oltárt, ráteszi az ökröt, lelocsoltatja vízzel, és imádkozik. És Isten meghallgatja az imát, tűzszál alá az égből, és megemészti az ökröt, fát, tüzet, követ, mindent. Negyedik csoda. Majd a nép összeszedi a 450 Baál papot, és megölik. Közben gyülekeznek a felhők, és 3 év után az eső elkezd szakadni. És ez volt Illés hitének a csúcsa. Isten, Illés minden isteni üzenetet, amit megkapott, beteljesült. Nem volt olyan, amit Isten megígért volna, és nem teljesült volna. Maradéktanul. 3 évig nem volt eső, végig kitart az olaj, és a liszt a kis tárolóedényben, hollók jöttek etetni Illést, feltámasztott egy halottat, tűz szállt alá az égből, és megemészett a köveket, és milyen tűz eltette az, nem? Ami a köveket megemészti. Nem egy hétköznapi tábortűz, vagy valamilyen disznóperzsölnek a lángja. Tehát az egy komoly tűz volt. Köveket megemészti, komoly tűz. És minden csoda és gondoskodás Isten részéről teljesült. És mi történt ezután? Ugye ez a fő kérdésünk. Akáb király felesége Jézabel, aki odahozta az országba a Baál papokat, mikor meghallja, mi történt a kedvenc papjaival, üzenetet küld Illésnek, hogy másnap meg kell, hogy hallja emiatt. És mit várnánk most ilyen előzmények hátterén Illéstől? Én konkrétan azt, hogy ugye ez a tapasztalati háttérrel felvértelze be, mi a palotába, megkeresi Jézabelt, és Isten nevében megkövezi. Szerintem így lett volna kerek a történet, de nem ez történt. Illés nem ezt csinálta. Illés megijed, elmenekül, elkezd futni, mert félti az életét. Ilyen előzmények után, ilyen szintű isteni támogatás mellett Isten menekül, miért? Isten nem biztosította őt korábban a védelméről, arról, hogy mindenható? De halottat támasztott föl, csodák kísérték az életét. Akkor mi volt a baj? Az volt a baj, hogy Illés úgy gondolkozott, hogy de mi van, hogyha most nem fog Isten segíteni? Eddig megtette, megoldottak a bajok, de semmi garancia nincs arra, hogy most is meg fog oldódni. Ugye ismerős? Ez a történet, testvérek, nem Illésről szól, hanem rólunk, rólam szól. Történik 10 csoda az életünkben, de a 11. helyzet előtt pont úgy érezzük magunkat, mintha mi sem történt volna korábban. És pont ezért a zsidók emlékoztopokat állítottak, hogy emlékezzenek. Jákob kezdte ezt a gyakorlatot, emlékoztopot állított Istennek, lábának, Ráhel sírja fölött, sőt, Isten még a főpapi öltözetre, az efódra is tett emlékköveket. Emlékkő, emlékoszlop, emlékezzél meg. Miért? Az ember könnyen felejt.
Isten megsegít tízszer, de amikor a 11. helyzet jön, akkor az ember elbizonytalanodik, mi van, ha Isten most nem fog segíteni. Mi van, hogyha most ez dicsőíti az Úr nevét, hogyha elpusztulok, mint egy mártír. Jó bizonysága leszek annak, hogy milyen türelmes egy hívő ember. Mennyire feláldozható az, aki igazán követi Istent, nem? Benne van a pakliba. Honnan tudom, hogy mi lesz? Ez a rendszer egy kicsit bizonytalannak tűnik, pedig az emberek a biztos dolgokat szeretik. Viszont a hitben járás ezen a földön nem az. Nem az. És az nagyon komoly frusztrációt tud okozni a keresztények életében, az Isten követésben, hogy látszólag az Isten követés ezen a földön nem biztos, nem kiszámítható dolog. Isten sokszor elmondja, hogy segít, de két dolgot sosem mond el, hogy hogyan, és hogy pontosan mikor. Ezt nem mondja el. És a legtöbb hívő embert ez öli meg. Ez öli meg. Isten segített? Igen. Segíteni fog? Igen. És hogyan? Fogalmam sincs. És mikor? Fogalmam sincs. Mert egyszerűen nem lehet kiszámítani, nem lehet megjósolni, nem lehet lemodellezni, hogy mi fog történni és mikor. Jön a holló, hozza az ételt, megmenekülsz. Hát éppen erre nem gondoltam. Egy merőkanál liszt van az edény alján, kimerem ma reggel, vége ennyi, kifogyott üres, várom a halált, mert egyből egy az nulla, tehát holnap nulla. De mikor megnézem másnap, ugyanannyi liszt van a tartóban, mint tegnap. Hát jó, hát erre sem gondoltam. És utólag ezek a csodák nagyon jó hangzanak, gyönyörű tapasztalatok, logikus is valahol utólag persze, de ott abban a pillanatban minden nap egy halál lehetett azért, én azt gondolom, gyerekkel, asszonnyal, prófétával a fedélzeten, egy napi liszttel meg olajjal. És a hívő emberek nagy többsége aggodalmaskodó, pont emiatt lesznek sokan hívőkké, nem igaz? Mert fél a jövőtől, a bajoktól, a megoldhatatlan élethelyzetektől. És amikor Istennel találkozik, akkor azt gondolja, hogy ezek feloldódnak, és ezek megoldódnak majd. Mert az emberek nagy része aggodalmaskodó lélek. És ezért lesznek hívők, mert aggodalmaskodik, fél a jövőtől, fél mindentől. És pont emiatt mondta Jézus a követőinek, hogy te aggodalmaskodó lélek, most már ne aggodalmaskodj, mit esztek, mit isztok, mivel ruházkodtok, hol laktok, milyen autót vegyetek. Az ember aggodalmaskodik, de ne tegyen, mert Isten a helyén van. De amikor helyzet van, az ember nem mer arra gondol, legtöbb ember legalábbis, hogy angyal hozza éjszaka majd a pogácsát, ne aggodalmaskodjál. Arra sem a legtöbb ember gondol, hogy majd a szamár meg fog szólalni, sem arra, hogy a kemencében nem égek el, mert Isten maga lesz ott a tűzben. Sidrák, Misák, Abednego története. Ezekre a csodákra általában nem volt ígéret, hogy megtörténnek. Isten nem ígérte meg, hogy ez lesz. Leomlanak Jerikó falai, jár a vizen, bedobják a forró olajba, és nem ég meg. Ki az, aki ezeket meg tudja mondani előre? Senki. Mert nincs két azonos szabadítás, nincsenek szabadulási utak, modellek, receptek, mindig minden más. Nem? Szamár, holló, medve, bálna, angyal, folyó, tó, nyál, fügekalács. Isten ezek által hozza a szabadítást. Most éppen melyik lesz? Most éppen melyik lesz? Fogalmunk sincs. Az emberek úgy működnek általában, hogy körülnéznek, hogy mik a lehetőségek, megsacolják az esélyeket, mérlegelnek, és a kiszámítható lehetőségek közül várják a segítséget. Körülnéz, mik a lehetőségek, és elkezd érte imádkozni. Amit lát lehetőséget, azok közül valamelyikért. Például, hogyha bedobnak az oroszlán verembe, legrosszabb lehetőség, hogy azonnal széttérnek az oroszlánok, a legjobb pedig az, hogy most alszanak, de majd reggel, ha felkelnek, akkor tépnek szét. Más lehetőséget az ember nem nagyon lát emberileg. És imádkozik, hogy aludjanak, hogy legyen még egy éjszakám, nem? Uram, bárcsak beteg lenne az oroszlán, mondjuk, nem? Fogfájása lenne. És ameddig meg nem gyógyul, addig majd lesz valami. És imádkozom, hogy ne fájjon a tűz. Ezek közül tudunk választani. Ez az a készlet, a tapasztalati készlet, a realitás készlet, ahonnan tudunk meríteni. Így működünk, vagy elfogyasz élelmiszer otthon, és a legtöbben az élelmet a Lidlbe akarjuk beszerezni, nem egy varjútól, vagy hollótól. Mindegy, nem erre számítunk. És lehetőleg úgy, hogy a pénz a zsebünkben van, nem egy hal szájából kell azt kivenni. Ki az, aki vállalkozó, és áfát fizet?
Ki az, aki az áfa fizetés előtt bemerné vállalni azt, hogy nincs pénze az áfára, de majd egy hal szájából a Dunából kiveszi? Hát nem erre számítunk. Hát Uram, nekem ne is segítsél hollóval, meg halakkal, meg ilyenekkel, nem? Legyen a pénz a zsebben, vagy a bankszámlámon minimum. Ha kisfiam megbetegszik, azt akarom, és azért imádkozom, hogy mentőhelikopter jöjjön. Ne egy 100 kiló szakállas, tevesztőruhás férfi feküdjön rá. És nem akarok megfürödni abba a folyóban, mert már 100-szor fürödtem, és még mindig leprás vagyok. Ne sarat tegye a szememre, amit a nyáladból készítettél, hanem elég, ha csak szólsz, vagy mondod, vagy csak gondolsz rá, vagy maximum valami szemgyógyító írt adjál nekem, amit a görögöktől vásárolsz, vagy valami ilyesmi. És ezek Isten útja, hogy így működik az isteni gondviselés. És azt látom, testvérek, hogy a legtöbb embernek ez nem jó, mert nem biztos, nem kiszámítható. Miért van ez? Miért van ez? Ésaiás 55-öt, hogyha mondom, mit mond az ige ott? Mert nem az én gondolatom, a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim, utaitoknál és gondolataim, gondolataitoknál. Ezért. Ezért van ez így, hogy nem kiszámítható, nem lekottázható, lemodellezhető az isteni segítség. Isten nem az átlag istene, Isten nem a megszokott istene, Isten nem az unalom istene. Isten extrém. Az utai is azok, a segítségei is azok, a válaszai is sokszor azok. És egy hívő embernek, ha tetszik, ha nem, ezekhez kell alkalmazkodnia. Ezekhez kell alkalmazkodni úgy, hogy ebben a világban a túléléshez pont ennek, a rendszernek az ellenkezője szükséges. Értjük ezt a paradoxont, vagy oximoront, vagy legyen az bármi. Ebben a világban a túléléshez pont ennek a rendszernek az ellenkezője szükséges. Előre átgondolni, megtervezni, kiszámítani, a látható dolgokra felkészülni, a láthatatlanokra viszont B, C, D, E, E, F tervet készíteni. Előre. Így lehet az életet valahogy túlélni. Persze nem mindenkinek. Van egy ismerősöm, nincs autója, sem jogosítványa, és mindenhova tömegközlekedéssel megy, de nincs menetrendje. Nem tudom ki az, akinek nincs autója, és tömegközlekedéssel megy. Vonattal mondjuk. Alap a menetrend, nem? Tehát mikor jön a jármű? Mikor jön a jármű? Azt mondja, bonyolult használni, ha kiviszem az állomást, és mikor megyünk kocsival, megkérdezem, hogy mikor indul a vonatja. Nem tudja. Mikor éppen tudja és késésben van, épp hogy ki fog érni az állomásra, megyünk 150-nel a utakon, megkérdezem, hogy a jeggyel hogy állsz, van-e, mondja, hogy még nincs, majd lesz valahogy. És sokan így élnek, és azok, akik így élnek, ez a fajta isteni kiszámíthatatlanság nem zavarja őket annyira. Az egész életük így működik. Majd csak lesz valahogy, nem izgulják túl a dolgokat. És azért mondtam az előbb, hogy az Isten követés, a hitben járás egy kicsit ellentmondásos dolog, mert lehetőségünk és kiváltságunk hitben kilépni a vízre. Hitben várni, hogy az Isten mikor és milyen úton fog engem megsegíteni. Ugyanakkor arra figyelmeztet Jézus, hogy ha közöttek valaki tornyot akar építeni, akkor számolja meg, hogy meg-e van a pénze arra, hogy a tornyot fölépítse. Mert ha nem, akkor elkezd építeni a tornyot, kitesz egy táblát, hogy itt Juhász Zsolt tornya épül, figyeljetek, és mikor lealapozza a tornyot, és megvan az alapja, egy 20 centis betonsáv, elfogy a pénze, és kinevetik az emberek, Juhász Zsoltnak a tornya, de jól néz ki. Pont úgy néz ki, mint Juhász Zsolt maga. Hát nem vártunk többet, nem? És azt mondja Jézus, hogy vigyázz, nehogy ez legyen, az emberek ilyenek. Hogyha valaki csatába akar menni, akkor nézze meg, hogy hányan van az ellenfél. És ha 20 000-en vannak, akkor 2 000-re ne menjél már neki, mert nem lesz jó vége. Nem azt mondja az, hogy nyugodtan menj a 20 000-nek szembe kettővel, mert én vagyok az Istened. Nem azt mondja Jézus, hogy a toronyépítéskor legyen meg a pénzed előre, ha háborúban mész, akkor legalább annyian legyetek, mint az ellenfél. Ha kevesebben vagytok, kérdezd meg a békefeltételeket. Ezt mondta Jézus. Logikus. Előre gondolkozás, tervezés, számogatás, nem pedig ahogy esik, úgy puffan. Akkor most hogy van ez? Úgy, hogy a világi dolgainkat intézzük előreláthatóan. De ugyanezt Istennél ne próbáljuk alkalmazni, mert nem fog működni. Nem fog működni. Tehát mi emberek ilyen bizonytalan körülmények között így működünk, keressük a biztosat, de Isten nem így működik. És ez okozza sok esetben a hívő embernek a problémáját, a hajótörését. Illésnek is ez okozta. 100-szor megsegítette már Isten, de nem volt benne biztos, hogy 101-szerre is megsegíti majd.
és mi sem vagyunk ebben biztosak. És azért mondom, hogy ez okozza a hajótörés okunkban, mert az emberek nagyon nehezen tudják elfogadni, és nagyon nehezen tudnak számolni olyan fajta segítségre, aminek a képessége hiányzik belőlük. Csoda. Ugye? Nincs meg. Nem tudok rá számítani, mert nem rendelkezem vele. Illés pánikba esik, elkezd menekülni, teljesen megértem, én is pont így működöm. Ha végig gondolom az életemet, akkor viszont sosem volt úgy, hogy az Úr ne segített volna meg. És gondolom, ti is így vagytok ezzel, hogy van a nehézség, jönnek az új próbák. És ha végig gondoljuk az életünket, hogy az Úr vajon az elmúlt 20 évben hogy segített bennünket, mindig megsegített, nem igaz? Sosem hagyott az Úr magunkra. Mindig jött a megoldás. Miért menekült el Illés? Én azt gondolom, hogy van egy olyan magyarázata is ennek a fajta menekülésnek, hogy egyszerűen belefáradt Illés a forcírozott hitéletbe. Amikor éveken keresztül élethalált élt, amikor nem lehet hátradőlni egy percre sem. Nem tudom, hogy ki az, aki volt már úgy, hogy valami nagyon komoly dolog volt az életében. Élethalál kérdése, betegségek, vagy anyagi csőd, vagy valami. És éveken keresztül, hónapokon keresztül imádkozni és bőtölnie kellett. Én azt gondolom, be lehet fáradni ebbe. Apukám beteg, 10 éve rákos lett. Vese, prosztata, tüdő, agy, csont. 75 éves volt, lemondtak róla az orvosok. De én nem mondtam, hogy én a fia vagyok, én szeretem az apámat. Meg hívő vagyok, hoppá. Az ez nem ugyanaz. És elkezdtem imádkozni apuért, és elkezdtem őt gyógyítani. Beleástam magam, mindent megtettem érte. Külföldre mentem, belföldre mentem. Mindent kipróbáltam. Lázkeltőfürdő, búzafű, C-vitamin, D-vitamin, kurkuma, gyömbér, vegán, levek, mindent. És apu meggyógyult. Elment egy 2-3 év erre. Aztán jött a tüdőembólia, pacemaker. Most kómában esett múlt héten például. Kórházban van. Tegnap magához tért. Éveken keresztül megy ez. Nagyon be lehet fáradni, amikor az embernek az életébe éveken keresztül élethalálatét. Illés 3 évet élt Sareptában az özvegynél, ami több mint 1000 nap, és minden nap valahol egy próba volt. Nem hiszem, hogy Illés 3 évig üldögélt a verandán, napozott, az özvegy pedig szolgált neki. Sareptai asszony, hozz egy italt, és az asszony vitte neki, és így telt el a 3 év. Nem hiszem. Naponta elfogyott a liszt, naponta elfogyott az olaj. Időnként meghalt az özvegy fia. Valamit csinálni kellett, nem? Gondolom, jöttek a szomszédok, hogy mit esztek? Nincsenek boltok, nincs vetés, nincs aratás, nem látok raktárakat sem. Mondani kellett valamit, de mit? Nem volt írott szabály, hogy ez lesz végig. Egy napra volt elegendő. Egy. Belenézett reggel, és aznapra ott volt. És 3 év ilyen bizonytalanságban nagyon sok tud lenni szerintem. És egy ilyen 3 év forcírozott hitélet után jön a főpróba, meg kell jelenni Akháb előtt, aki szó szerint halálra kereste Illést, felkutatva az egész országot, majd hitben le kell locsoltatni az áldozati oltár tengervízzel, majd megölni a 450 Baál papot, akik gondolom azért ellenkezhettek, nem? És akkor végre vége van, megjön az eső, Illés fut egy 50 kilométert Akháb palotájáig a Kármelről, fel lehetne lélegezni, de nem, mert jön az üzenet Jézabeltől, hogy holnap meghalsz. És Illés ezen a ponton megtörik. Elfárad, elcsügged, elég volt. Lefekszik egy bokor alá, és azt mondja, hogy elég most, Uram, vedd le az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. Pedig azt hittem, hogy jobb vagyok. Azt hittem, hogy kiválasztott vagyok. Azt hittem, hogy a te néped vagyok. Azt hittem, hogy különleges vagyok, a te különleges szeretetednek a tárgya. Nem vettem fel az oltást, szombaton nem dolgozok, fizetem a tizedet a kis nyugdíjamból. Bizonyságot teszek a Facebookon. Nem lopok, nem paráználkodom. Tényleg más vagyok, mint a többi. Tényleg más vagyok. Héten mondta valaki, hogy nekem olyan hitem van, hogy csak 4 órában dolgozom, hogy többet tudjak foglalkozni az Úr dolgaival. Ki csinál még ilyet, mutass meg, mondta nekem valaki. Mindenki másnak érzi magát, és különbnek. És Illés meg akar halni. Mert van ilyen, és el kell fogadnunk, hogy valóban van ilyen, amikor az embernek elég volt a küzdelemből. Kitartott helytált, hűséggel helytált. Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, nem? Pál is azt mondta, futás volt a keresztény élet. És ilyenkor jogosan mondhatnák a mintahívők, hogy
na várjunk, álljunk meg egy percre. De azért megvan írva, nem, hogy Isten erőt ad a megfáradottaknak, az erőtelen erejét megsokasítja, elfáradnak az ifjak, meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erőjük megújul, szájra kelnek, mint a saskesejű. Futnak és nem lankadnak, meg járnak, és nem fáradnak el. Hát ez az. Hát ez az. Akkor most mi van? Akkor most mi van? Ugye most Illésről beszélünk, nem rólam. Aki halottat támasztott fel, akinek szavara 3 évig nem volt eső Izraelben. Akinek imádságra tűz állt alá az égből, és ez az alapvető bibliai kijelentés nem működött Illés életében. Hát akkor én mit várjak? Akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Ez a bibliai ígéretek közül az egyik alapígéret. De Illés ott akkor nem bízott az Úrban? Miért fáradt el? Miért fogyott el az ereje? Miért fontos az Illési történet számunkra, testvérek? Mert a Biblia szerint a Föld történelem utolsó szakaszában élünk. Jézus eljövete előtt közvetlenül, és Illés előképe azoknak, akik elváltoznak, hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsanszóra, anélkül, hogy megízelnék a halált, 1 Korintus 15. Ennyit az előkép miatt azok élet, akik elváltoznak, majd hasonló lesz Illés életéhez és tapasztalataihoz. Ezért ne csodálkozzunk, hogyha hétfőn tűz száll le az égből akár, az imánk hatására, és kedden meg akar ölni egy pogány asszony, akkor ez hogy lehetséges? Mert van ilyen, nem? Uram, olyan csodákat tettél most meg, hol vagy Istenem? Szóval Illés elmenekül, látszó, kitehagyottam, már élni sem akar, és a kérdés, hogy mit szólt ez Isten? Illés úgymond félbehagyta a küldetését, elmenekült egy nő miatt, eltűnt a nép elől, akik azért lehet, hogy utasítást és tanácsot vártak volna tőle, mert sokak élete ott fent a Kármele megváltozott. Várták volna a vezetést, hogy most mit tegyünk. De az isteni erővel felvértezett vezető éppen menekül a pusztába. Mit szólt ehhez Isten? Ez a kérdés. Semmit. Semmit. Semmi bántót. Számon kérőt. Hanem angyalt küldött Illés az éjszaka, amikor Illés aludt, aki felkeltette és vitt neki parázson sült pogácsát és vizet. Miért pont ezt vitt neki az angyal vajon? Miért pont pogácsát vitt, két szén között sült pogácsát, zamatos, gőzölő, a két szénnek a felületéről a pogácsa a tészta anyagába belediffundáló kis korom szemcsékkel tele tűzdelt anyagot. Mert lehet, hogy Illésnek ez volt a kedvence. Tudta az Úr, hogy mit szeret a prófétája. És vitt neki az angyal a kedvencéből. És Illés visszafekszik, angyal megint eljön, megint felkelti, megint megeteti, mert menni kell. Azt mondja neki az angyal, hogy Isten találkozni akar veled a Sínai hegyen, Hóreben, ahol Mózessal is találkozott, ahol Isten a 10 parancsot is adta. És a zárójelben érdekes, hogy Illés az egyedüli ember, aki visszatért a Sínai helyre Mózes után. Többen nem mentek föl. És Illés elmegy. Illés elmegy, 40 napon keresztül gyalogol, mire odaér, és ott bemegy egy barlangba, és az Isten megszólítja. Mit csinálsz itt, Illés? Mit csinálsz itt, Illés? És Illés elmondja Izrael hitehagyását, és azt, hogy őt is meg akarják ölni. És erre azt mondja neki az Úr, hogy gyere ki a barlang elé, mutatok neked valamit. És Illés proféta kimegy, és azonnal hatalmas tornádó lett, ami megszaggatta a sziklákat. Ugye ez se volt egy hétköznapi tornádó. Sziklákat szaggat meg. Milyen hangja lehetett? Majd földrengés, utána pedig tűz. És Isten nem volt benne. És Illés várja Istent, de az Úr nincs ott. Illés csalódik. Mert Jézabelt pont ezekkel az eszközökkel lehetne elpusztítani. De Isten nem volt benne. Miért? Mert Isten nem ez. Isten nem ez. Isten az, ami ezek után jön, halk és szelíd hangon szólítja meg a prófétáját. Mit akart ezzel Isten bemutatni? Az, hogy Isten a békesség Istene, nem szereti a feszültséget, az igazságszolgáltatást, az egre célozgatást, a harcot. Harcol, ha kell az Úr, de nem szereti, mert nem ez alaptermészete, ő a békesség Istene. És ezért nem volt benne ezekben a dolgokban, holott az emberiség 90%-a ezekben a természeti jelenségekben várta volna Isten, főleg egy ilyen helyzetben, nem? Gyere, adok neked egy fegyvert, aztán visszamehetsz Jézabehez. Én ezt vártam volna lehetséges.
Isten nem ez a természete. Ezért jelent meg ezek után halk és szelíd hangon, hogy lássa Illés a különbséget, és lássa meg, hogy Isten teljes mértékben megérti őt. Egyáltalán nem károsztatja, miért belefáradt a szolgálatba és a harcba. És azt gondolom a történet alapján, hogy Illés egy lelkitársat talált ott fent a Hóreben Istenben. Megtalálta a lelkitársát az Úrban. Majd Isten itt a Sínai hegyen azt mondja Illésnek, hogy menj vissza Izraelbe, Kent királya ezt meg ezt, és magad helyett pedig Elüzeust prófétának. Ezután Isten kijelentette Izraelben a Sámuel átalapított prófétiskolákban, hogy mi fog történni Illéssel, hogy magához fogja venni a prófétát, halál nélkül fog elragadtatni, és ez szóbeszéd lett a próféták között. Majd Illés tesz még jó pár csodát, Isten nagy hatalommal ajándékozza meg, ő pedig készül az elragadtatásra. Azért milyen lehetett egy ilyen magányos, üldözött élet után készülni arra, ami csak egyszer történt meg a történelem alatt, hogy valakit Isten élve, halál nélkül magához vegyen. Ugye Énokra gondolhatunk. Milyen lehetett arra várni, hogy nem sokára találkozok JHVH-val szemtől szembe életnagyságban. Nem majd amikor eljön az Úr, meg majd, ha meghalok és feltámadok, hanem mondjuk jövő héten hétfőn. 3 nap múlva találkozunk az Úrral. Mondjuk. Tudom, hogy Isten magához vesz, meg kijelentette, de ez hogy lesz? Meg mint lesz? És Illés tudta, hogy Énok a mennyben van, de Mózes nem tudhatta, mert az csak Júdás írta meg 1000 évvel később, hogy Jézus feltámaszthatta Mózest Sátánnal vitatkozva. És miután meghalt, feltámaszthatta, és a mennybe vitte őt is. És Elizeus próféta is tudta, hogy ez lesz, azért követte Illést mindenhova, nem akarta egyedül hagyni, véletlenül sem akart lemaradni erre az eseményről. Majd mikor átkelnek a Jordánon úgy, hogy Illés a palástjával ketté választja annak vizét, hirtelen megjelent egy harci kocsi lovakkal, ami felvette Illést és felvitte a mennybe. És azon gondolkoztam, hogy milyen lehetett Illésnek meglátni a kocsit, hallani a hangját. Tudta, hogy érte jönnek. Milyen lehetett meglátni a kocsi személyzetét. Milyen lehetett elhagyni a földet és begurulni a mennybe, a mennyei kapukon keresztül. Milyen lehetett látni, hogy mindenki őt nézi. És mindenki őt várja. Illésen tevesző ruha bőrő, vidősödő ráncos férfi sarúban poros lábbal belép a mennybe, és a kocsi egyenesen a trónhoz viszi, ahol Jákve köszönti őt szeretettel. És Illés egyből megismeri az Úr hangját, ugyanis az a hang ugyanaz volt, mint amit a Sínai hegyen hallott fent. De a kezén és az oldalán még nincsenek lyukak. Illés így látta Jézust még. El se hiszi, mi történik vele. Majd megpillant 2 embert, Mózest és Énokot, fiatalon egészségesen, és más ember nincs ott rajtuk kívül. Csak 3 vannak. És hogy várhatták a mennyben Istennek ezt a hűséges prófétáját vajon? Különösen Énok meg Mózes, nem? És biztos vagyok benne, hogy be volt jelentve, hogy érkezik még egy ember a földről. Mert a mennyi lények és az el nem bukott teremtmények nem találkozhattak eddig emberekkel. És most jött még egy azok közül, akiket Isten a saját képére is hasonlatosságára teremtett, és ez egy óriási esemény lehetett a mennyben, hogy már 3 van ebből. Csak gondolkoztam rajta, hogy mennyire irigykedhettek jó értelemben az angyalok Illésre, mert Illés szenvedett Jézusért, a parancsnokukért. Jött egy olyan lény, akinek szenvedést jelentett az engedelmeskedés, és ennek ellenére engedelmeskedett Istennek. Jön egy lény, aki éhes volt, aki fáradt volt, aki fázott a mesterért. És jön egy lény, aki képes volt lemondani, és áldozatokat hozni szeretett Istenükért. És azért mondom ezt, mert az angyalok nem képesek semmiféle áldozatra. Nem képesek szenvedni, lemondani, megaláztatni, szénni, égni Jézusért. Szeretnének. Elemált azt írja, hogy az életüket ajánlották, mikor elmondta az atya a megváltási tervet. Jelentkeztek az angyalok, hogy hagyj én, ne a mester, ne Jézus, ne a teremtő, majd én megyek. És nem tettek semmit. Képtelnek rá, mert egy angyalnak nem okoz szenvedést az engedelmesség. Ez csak annak jelent szenvedést, akinek a bűn vastollal és gyémánt heggyel van felírva a szíve táblájára. Vagy magára veszi a bukott ember természetét, és él 33 évet a bűntestének hasonlatosságában. Más el sem tudja képzelni, mit jelent ez egész. Fogalmuk sincs az angyaloknak, hogy mit jelent győzni egy ilyen bűnös közegben. És elkezdtünk a történetünk végéhez, és motoszkál benne még egy kérdés, mégpedig az, hogy
hogy Illés annak ellenére, hogy a hite hajótörés szenvedett bizonyos értelemben, mégis élve ragadhatott el. Mózes annak ellenére, hogy indulatosan rásújtott a kősziklára, amire egyébként az Úr állt. Tehát az Úrra sújtott rá, hogyha úgy tetszik. Annak ellenére ott van a mennyben most. Nem meted be Kánaánba, de ott van a mennyben. Dávid azt mondja a 103. Zsoltárban, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet, a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Hogy lehet ott Illés és Mózes a mennyben, mint egy előőrs, az emberiség előőrse? Így. Így. Mikor Illés panaszkodott a Sinai hegyen Istennek, hogy csak ő maradt, Isten azt mondta, hogy van még 7000 ember, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Hol voltak? Mit csináltak? Mit csináltak azok az emberek? Hogyha nem látta őket Illés? Nem is hallott róluk. Azt mondta Illés, hogy egyedül maradtam. Egyedül maradtam. Nem látszott rajtuk, hogy Isten félők lennének. Lehet, hogy még szombaton elvitték a gyereket meccsre. Lehet, hogy még letöltöttek a Encore-ról pár dolgot, megnéztek egy-két Netflix-es sorozatot, nem tudom, ki tudja. Lehet, hogy nem mindig voltak a helyzet magaslatán, de Isten választottai voltak, mert nem hajtottak térdet a Baálnak, nem süllyedtek el teljesen a világi életben, és az akkori lakosság 0,1%-a lehetett egyébként. 7 millióan laktak akkor Izraelben körülbelül, és a 7000 ember az a 0,1%-a. Nem tudom, ma hány adventista van, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Én remélem, hogy több, mint a 0,1%, mert az nem menne jó, akkor 5-en lennénk, vagy nem tudom, de kevesen. Tehát annál többnek kell, hogy legyen, biztos vagyok benne, és nagyon bízom benne, és azt kívánom mindannyiunknak, magamnak is elsősorban, hogy legyünk ott Illéssel a mennyben, legyünk ott Mózessel, Énokkal és az Úr Jézussal a mennyben mi is, és lássuk őket, és találkozzunk, és beszélgessünk velük, és adja meg ezt az Úr nekünk az ő kegyelméből. Amen. Köszönjük Istennek hozzánk küldött üzenetét. Isten tisztelet végén a 281-es számú éneket énekeljük el első és második verszakát, majd Zsolti imája után a harmadik verszakon. Atyánk, Jézus Krisztus nevében hívünk hozzád, és hálásan köszönjük neked Illés történetét. Köszönjük azt, hogy te halki, szelíd hangon mutatkoztál be nekünk. Segíts nekünk abban, hogy mi is így ismerjünk meg téged. Segíts nekünk abban, hogy mi is lelkitársat találhassunk te benned, és segíts nekünk abban, hogy a mennyben találkozhassunk fizikai valóságban is. Köszönjük, Atyánk, hogy hallgatsz most bennünket Jézus Krisztus nevében. Amen. Thank you.
örökségül nyer mindent. Annak Isten leszek, és az fiam lesz nékem. Amen.